No, szeretettel köszöntök mindenkit a tizedik regémexen, ami ugye egy nagyon is sajátos és különleges alkalom, mert hát mi manapság garancia arra, hogy mi a probléma? Hát ebbe a képben nem is kell benne lennem, abban nem vagyok benne. A fene, hát akkor kezdjük előről. Tehát szeretettel köszöntök mindenkit a tizedik regémexen. Kicsit kialvatlanul két éjszakás műszak között, úgyhogy reménykedjük benne, hogy a kialvatlanság az nálam kreativitással fog együtt járni. Én ugye Eterian member vagyok, ez pedig a Regémex, és amiről beszélni fogok nektek, miként Szákmán ugye felvezette, ez pedig a 15 legkülönlegesebb konzol. A legutóbb a Save Game-en próbálkoztam azzal, hogy élőben programozni és improvizálni, aztán rá kellett döbbenni, hogy nem vagyok egy Kőhalmi Zoltán, úgyhogy inkább megmaradok az egyetemi jellegű előre felkészülős műfaj mellett. És ez 15 olyan konzol lesz, ami, ha jól láttam itt a felmerülő készletben, mely bár ugye hatalmas, de mégis a nagy része az nem megtalálható itt, és szerintem rá is fogtok majd döbbenni, hogy ez miért is van. Hát akkor kezdjük! A 15-kel, ami nem más, mint a Telstar Arcade. Na, ha jobban megnézitek, ez a kép pontosan úgy fest, hogyha egy harmadik randi után felviszel valakit magadhoz, akkor rögtön arra fog gondolni, meglátva ezt az asztalot, hogy te egy sorozatgyilkos vagy, úgyhogy inkább el is fog menekülni. Ez kérlek szépen benneteket 77-ben jelent meg, pont az első válság idején, ami elárulja nektek, hogy ez egy pont konzol lesz, amit a Coleco adott ki, az a Coleco, amely a ColecoVision dobta ugye piacra. Ha összesítjük a Telstar szériát, akkor körülbelül 1 millió darabot adtak el ebből. Hát MPS 7600 chipek vannak a cartridge-ekben, tehát igazából maga a processzor az nem a gépben van, hanem a cartridge-ben. Ezt elég sok ponga lejátszották, hogy igazából maga a kaszni, az csak tényleg egy kaszni, és különféle régebbi csipek újrahasznosításait rakták bele kártyzsekbe, tehát nem terveztek mindegyikhez külön egy gépet, hanem rájöttek arra, hogy így sokkal olcsóbb megoldani ezt a történetet. Az ugye első generációs volt, hát van rajta ugye egy pedal ott elől, van egy kormány meg egy pisztoly, tehát rendkívül kaotikus az elrendezése, és a játékok azok körülbelül így festenek rajta. Tehát láthatjátok, hogy vannak már színek, körülbelül mint az a kézi Tetris, amit használtunk iskolában menet, körülbelül azt a színvonalat hozzák. Van rajta ugye a klasszikus Pong, kicsit színesebben, mint általában, de persze miért is lenne rajta kint a pontszám kijelző, az már kicsit luxus volt. Ja, de ott van, jó van akkor. Meg van ez a lövöldözős játék, ezek szoktak a legizgalmasabbak lenni ezeken a Pong-konzolok, hogy általában egy négyzet vagy egy aprócska műtyürke figura mászkál, aztán próbáld meg valahonnan eltalálni, úgyhogy ez körülbelül, de ez a flipper, ez nekem nagyon tetszik, tehát ez már azért feltételezett egyfajta kreativitás, ezt le tudták így programozni. Ez nem tudom micsoda, szerintem lépjünk is tovább. A 14-re! Mi nem más, mint az Emerson Arcadia 2001, ennek egy klónja nekem megvolt, aztán a kipucolás alatt megszabadultam tőle. Ez 82-től 84-ig jelent, megint egy válságos konzol, ugye 83 volt az Észak-Amerikában az egész videójáték piac úgy, ahogy van bedőlt. Az Emerson adta ki meglepő módon, hogy a nevében is szerepel. Nem tudjuk, hogy hány példányt adtak el, tehát nem találtam róla adatot, pedig körülbelül 3-4 oldalt is átnéztem. 1 kilobyte RAM volt benne, 4 sprite-ot kezelt, beeper volt benne és zajcsatorna, tehát elég átlagos képességekkel rendelkezett. Ami viszont nagyon földobja számomra, az ez az irányító. Tehát ezt már az Intellivision-nél sem értettem, és ezek lemásolták azt a hülyeséget, amit az Intellivision-höz 79-ben kitaláltak, hogy gyakorlatilag összekeverték a videójáték konzolt a telefonnal, és ráadásul raktak rá egy ilyen kis joystick-szerű valamit, ami megint csak az Intellivision lenyúlása vannak, ugye alapját egy korong volt rajta, és be lehetett illeszteni plusz egy ilyen joystick valamit ragasztóval. Úgyhogy hát ez a konzol nem igen terjedt el, és ennek az volt a különlegessége, hogy egyik oldal hihetlen mennyiségű klón volt, ugye. Volt pár videójáték publikáló Európában, különösen a Hanimex, ami valamiért egy hatalmas készítést érzett arra, hogy a nem sikeres konzolokat lemásolja és újra kiadja. Ezt el nem tudom képzelni, hogy miért csinálták. Ennek körülbelül 4-5 fajta változata létezik, ezek szoftveresen kompatibilisek lennek, csak persze másfajta csatlakozót használtak, hogy még véletlenül se tud az egyiket a másikba beledugni. És körülbelül 40 fajta változata van összesen. És ami nagyon érdekes benne, hogy
12 volt a fut, ugye a szokásos 9 volt helyett. Ezt úgy tippeljétek meg, hogy ez miért lehet? Miért 12 volt? Majdnem jó. Tehát azt gondolták, hogy volt hozzá szivargyújtós töltő, és ezt majd a kocsiba fogod használni. Csak ugye arra nem gondoltak, hogy azt a fenne nagy tévét hova fogod rakni a kocsiba, és miről fogod futtatni. Tehát ez egy ilyen eléggé félre sikerült koncepció a véleményem szerint, mert ugye a Pongoknál legalább volt elemes megoldás, de ennél viszont még az sem. Ezen körülbelül ilyen szintű játékok voltak, tehát ez a tipikus második generációs videójáték konzol, nem is túl jó, nem is túl rossz. És az a vicces, hogy ennek a játéknak egy feljavított változata rajta volt ugye a kínai Famiclónokon, amiket a piacon lehetett megvenni, az a klasszikus tankos játék. Na, menjünk a 13-ra, ami a Worlds of Wonders Action Max. Hát egy ilyen szép névvel már csak jó dolog lehet, nem igaz? 87-ben jelent meg ez a konzol, tehát pont amikor én születtem. Ugye a Worlds of Wonder adta ki meglepő módon, nem tudjuk, hogy hány példányban jelent meg. Egy HD 40-10-10 CPU volt benne, de én nem igazán merném CPU-nak nevezni, igazából csak összeadást végzett. Ugyanis ez a konzol, ez fénypisztollyal operált, nem volt hozzá más irányító, és VHS kazettákon voltak a programok, és egy fénydetektor volt igazából a pisztolyban, ami annyit jelent, kérlek szépen, hogy ment a felvétel VHS kazettáról, és el kellett találni a háromszöget, vagy akármilyen valamit, és azt számolt pontot. És ugye a konzolon semmi más nem volt, csak egy LED, amin ugye a pontot kijelezte. De az a vicces, hogyha a VHS kazettáról megy a program, akkor gyakorlatilag nincs hatás annak, hogy eltalálod-e vagy sem, mert ugye a VHS kazettán csak a hangsávot tudod megváltoztatni, a képsávból csak egy lehet. Tehát innentől kezdve, mint videójáték, hát nem hozta igazából a laserdiskes játékoknak a színvonalát, mint a milyen Cup-nak is hívták, amit minden játékteremben meg lehetett találni. Future Cup? Virtual Cup, igen. Igen, igen. Tehát ez annak egy nagyon buta változata, úgy vesszük. 12-es. GameCam. A GameCamra azt kell tudni, hogy 97-ben jelent meg, tehát viszonylag későn a klasszikus konzolok. A Tiger Electronics adta ki, a Tiger Electronics volt az a cég, amelyik rengeteg ilyen borzasztóan gagy, ilyen kvarcjátékos förtelmet adott ki, aminél bonyolultabb volt igazából maga a külseje a játéknak, mint az a program, ami futott rajta, mert tényleg egy ilyen sima kvarcórának a szintjén mozgott az egész. Ezzel ellentétben ugye 300 000-et adtak el. De azért volt egy érdekes gép, mert ez egy, viszont egy valódi 8 bit-es CPU-val rendelkező gép volt, ami képes volt PCM hangot is lejátszani. És ezen volt az első érintőképernyőstól, tehát amit mondjuk a Nintendo DS-el láttatok, az ebből a borzalomból született. Ezen volt először, hogy megérintheted a képernyőt. Ugye fekete-fehér volt, volt hozzá internetkártya és modem, tehát tudtál e-maileket olvasni rajta, hogyha ilyen hülye voltál, hogy ezen akartál e-maileket olvasni, tehát el nem tudom képzelni, kinek jutna ez eszébe. És hát a játékok kb. Így néztek ki rajta, rendkívül lassú volt ugye a képfrissítés, és rengeteg filmet és franchise ugye sikerült nekik lelicenszelniük, így mondjuk a Duke Nukem-et is megcsinálták rá, ne kérdezzétek, hogy miért. Igen, most az, hogy pont nem lehet hallani, mert a PCM hang az egyetlen, ami igazából egészen tiszta benne és értékelhető. Hát, el lehet mondani, hogy volt ilyen is. Na, lépjünk tovább. 11-es. Gaken TV Boy, gondolom mindenkinek volt otthon legalább egy, dobozosan, garancialevéllel. Ez 83-ban jelent meg. Kizárólag Japánban természetesen, a Gaken jelentette meg. Ez még azokból az időkből való volt, amikor nem volt meg a Famicom. Tehát ugye onnantól kezdve beszéltünk Japánban igazából egyfajta videójáték romásról. Motorola MC 6841 CPU volt benne, 2 kB RAM, de az a vicces, a cartridge-ekben volt megtalálható a valódi CPU. Ez ami japán hülyeség volt, mert lesz még ilyen a listán. Tehát, hogy valamiért minden egyes cartridge-ben volt külön az, ami az egész programért felelt. És egy ilyen T-alakú irányítója volt egy kapaszkodóval, tehát olyan, mintha próbálnád így az agresszív nyugdíjasokat így a buszon ellögdösni magadtól, olyasmi az egész történet. Tehát nem tudom, elég kényelmetlen azt a T-t rángatni közben oldalt azzal a nyomógombbal.
Hát a játékok így néztek ki rajta körülbelül, hát rendkívül bonyolultnak tekinthető. Ez valószínűleg tartja, hogy Super Cobra akar lenni, hát igen, tehát mi a franc az animáció, ugye? Hát egy egyszerű kis gép volt, úgy tudom, hogy viszonylag népszerű volt, de úgy gondoltam, hogy érdemes megemlékezni róla. Lépjünk tovább. A tizedikre, most már az egyharmadán túl vagyunk. A Virtual Boy, ezt gondolom azért többen ismerik itt a itt ülők közül, de azért beszéljünk róla. 95-ben jelent meg és 96-ig árulták, és ez volt a Nintendónak a legnagyobb bukása, olyannyira, hogy aki tervezte és egyben a Game Boy tervezője is volt, az ekkor vált ki a cégből, mert ezt ekkora kudarcnak élte meg. 770 ezeret adtak el belőle, ami azért egy Nintendo konzolhoz képest gyalázatosan kevés. Hát ugye a GameCube-ból 300 ezeret, tehát azért hasonlítsuk össze a kettőt. Ez egy 32 bites RISC processzorral bírt, ugye 20 MHz-en ketyegett, azért RAM is volt benne rendesen. És ami érdekessé teszi, egy egyszer 224-es LED-csík volt benne, ami a grafikát alkotta, és egy tükrös forgó motor volt, és az verte ki igazából a képernyőre a képet, ráadásul ugye ezt kétszer is meg kellett csinálni, mert ugye, ugye két képből csinál a szemed egyet, ahogyan belenézel, tehát ez is nehéz a játékokat rögzíteni rajta. Ugye a Stendhal nagyon szeretné ezt a konzolt, mert vörös és fekete volt a két szín, amit használni tudott. És 4 csatorna plusz 1 zaj volt, tehát elég klasszikus volt a 8 bites színvonal, és hát így néztek ki a játékok. És hogyha megnézitek a játékok nagy részt, ugye ez a virtuális valóságnak lett volna egyfajta első kísérlete, és ezek a játékok pont nem olyan játékok, hogy benne vagyok a játékban, tehát azok általában szimulátorok lehetnének, FPS-ek, és ehhez képest nagyon sok rajta a side-scroller, nagyon sok rajta a régi játék újragondolása, és hát talán ez is volt az egyik oka annak, hogy nem igazán érte el sikereket, a másik meg az, hogy ennek a játéknak 99 pálya volt, és a másik pálya után már fejfájást kaptál, ugye, mert eléggé megterhelte a szemet a játék maga. És az a vicces, hogy ehhez hasonló konzol lesz még egy a listán, ez volt ugye a Waterworld, ami egy borzalmas film, egy borzalmas konzolon. Na, menjünk tovább. A 9-esre. Ez pedig a Commodore 64 GS, ezt is gondolom többen ismeritek. És majd elmondom, miért vettem fel a listára. Ugye 90-ben jelent meg, a 64-hez képest 8 évvel később. Ugye a Commodore adta ki, ez már nagyon a véghajrája volt a Commodore-nak. Ugye igazából az Amiga 500-as után a Commodore nem igazán találta már önmagát. És próbáltak volna betörni a konzol piacra, ezért nem más csináltak, mint hogy fogták a Commodore 64-esnek a hardware-ét és belepakolták egy ilyen konzol kaszniba, tehát nincs rajta billentyűzet, illetve a cartridge olvasón kívül semmi más. Ezt csináltak egy sajátos, gondolom olcsósított CPU-t, ugye a modernebb SID volt benne, ugye az a grafikus megjelent, mint a Commodore 64-ben, 64 kB RAM, 8 bites processzor, az nyilván 64 kB-nál többet nem tud megcímezni. És az volt az egészben a vicces, hogy oké, hogy rengeteg kártyos játék volt, de azért a legtöbbhöz kellett volna a billentyűzet. Tehát az egyik játék, amit ehhez szántak volna, az a Robocop 2 volt, és egy probléma volt ezzel, hogy a játék elején, hogy el tud intani, meg kell nyomni egy gombot a billentyűzeten, hát ezzel hol nyomsz meg bármit, úgyhogy ezért nagyon le volt korlátozva azoknak a játékoknak a száma, ami futhatott a konzolon. Ugye, amit ennek a konzolnak köszönhetünk, az például, hogy a Flynn Boss Fest ismertebbé vált. Ugye itt gondolom, akinek volt Commodore 64-esen, mindenkinek a Fiendish Freddy, az International Soccer, a Klux, illetve a Flynn Boss Fest volt az a négy játék, ami rajta volt a kezdő cartridge-en, és ez gyakorlatilag egy olyan játék, ami maximálisan szinte kihasználta a Commodore 64 képességeit, és így ismerté válhatott. Hát ezt a focit, ezt ugorik, mert ilyen sportjátékokat bevallom, hogy soha nem szerettem. Focizni az udvaron is lehet. 8-as. Entex Adventure Vision. Azt hiszem az Imre azt próbált egyszer egy ilyet szerezni, de azt hiszem nem sikerült, mert túlárazott volt kissé. 82-ben jelent meg, illetve 83-ban ki is vonták a forgalomból sajnos. Az Entex Industries gyártotta, és 50.757 darabot adtak ki el belőle, tehát ennek legalább tudtuk pontosan, hogy mennyi volt az, ami el kell.
ebben egy egyszer 40 pixeles forgótükrös LED sor volt, tehát ugye az a technika, amit a Virtual Boy-nál is használtak, meglepő módon ugyanúgy vörös és fekete színekkel, tehát igazából a Nintendo lopott az N-Tuxtól ilyen téren ötletet. Egy 1 MHz alatti processzor volt benne, azért ez sokat elárul, hogy milyen képességei voltak. És összesen 4 darab játék jelent meg hozzá, illetve egy őrült állat megcsinált rá egy demót, amit azt hiszem 2006-ban, vagy mikor mutatott be egy ilyen játékfesztiválon, tehát azért vannak még emberek, akiknek néha ki kellene mozdulni a sötét szobából. Hát így néztek ki a játékok, kicsit nehezen látszik. Cuki. Tehát nem tudok más mondani rá, nagyon aranyos, ez egy, ugye a Defender. Az a furcsa ezekben, mondjuk a Virtual Boy-ban, meg ebbe is, hogy ugye ez a forgómotor, ez rendkívüli módon lemeríti az elemeket, mert ugye ez egy elég nagy munka, tehát igazából nem is tudom, hogy hogy gondolhatták komolyan, hogy ezzel a technológiával akarnak bármit is megjeleníteni, ez valószínűleg az Asteroids akar lenni, kicsit kevésbé látványosan. Aranyoska, menjünk tovább. A hetedikre, ami pedig, már nem is emlékszem, hogy micsoda. Jaj, hát persze az RCA Studio 2, vagy mi volt az egy, senki nem tudja. Ezt ugye 77-ben adta ki az RCA, akik ugye az a cég, akik kitalálták ezt a szabványt, amit ugye minden mai napig rengeteg tévén és lejátszón megtalálhatunk, bár ugye a HDMI azt felváltotta. Nem tudjuk, mennyi a darabot adtak ki. 512 byte RAM volt rajta, fekete-fehér volt 64x32-es felbontásban. Tehát az eléggé ütős. Ott látta az SD 200-as, körülbelül az rendelkezik ugyanezekkel a szerény képességekkel, a Game Boy-nak kb. 4-szer ekkora a kijelzője, amit meg tudné jeleníteni. Illetve ami nagyon furcsa benne számomra, hogy egy rendkívül komplikált és értelmetlen switchboxos megoldást alkalmaztak ahhoz, hogy rá tud kötni a tévére, aminek a vége, jól tudom, ez a dupla ördögvilla volt, nem tudom, minek a rendes neve, milyen csatlakozónak hívják, ráadásul ugye közös vezetéken ment a jel, illetve az elektromosság, ami miatt nem is tudtad kilőni a switchboxot bele, és nem értem, hogy ők kitalálták ezt a fantasztikus RCA szabványt, akkor mi a francia nem ezt használták a konzoljukon. Valószínűleg azért, mert nem sok tévén volt ilyen, de igazság szerint azzal jobban jártunk volna. Ugye ez a számpados irányító azért vicces, mert nem lehet kiemelni a konzolból, tehát a két ember, aki játszik rajta, ráncigálniuk kell együtt, így van, meg két nagyobb darab ember, az hogyan is fér meg mondjuk egymás mellett rajta. Igen. Illetve egy szimpatikus dolog azért volt benne az, hogy készítettek hozzá valami olyan kiegészítőt, ami a tesztfázis után megbukott, ami kifejezetten mozgássérülteknek volt, és a fejmozgatással lehet irányítani. Ez nekem ugye, mint szocmunkásnak szimpatikus, de ez egy pozitívum, amit el tudok róla mondani. 5 beépített játék volt, és jó pár kártics, hát így nézett ki. Tehát ez azért 77-ben kissé kevésnek bizonyult már a sikerhez, amikor már kim volt ugye a Fairchild Channel, aminek a német változata, a Seba Video Play az ott van, az egy olyan konzol, amitől soha nem válnék meg, mert szerintem eszmélet aranyos, és az első afroamerikai mérnököt köszönhetük annak a konzolnak, ugye a... milyen Jerry volt? Most nem ugrik be. Na mindegy. Lényeg a lényegben ennyit az RCA-ről. Na, lépjél csak tovább. 6. Uhú, közelednek azért most már keményebb arcok. Viewmaster Interactive Vision. Ezt azért is vettem előre első körben, mert ilyen szépet én még soha nem láttam. Tehát Picasso-nak fele annyi kreativitása nem volt, mint annak, aki ezt az állatságot megtervezte. 89-ben jelent meg, amikor a hugom megszületett, a Viewmaster-t csinálta, nem tudjuk hány darabot. Ugye engem a külső volt az, ami először megnyert, tehát az, hogy eleve egy ilyen nagyon elcseszett ilyen közlekedési jelző segédlámpa és egy nyalóka keresztezése kb. Az alakja össze-vissza elrendezett gombokkal, úgy néz ki, mint egy ilyen ízléstelen legók így egymásba olvasztva. És azért, és ez miatt került igazából előbbre, mint az Action Mask, ugyanis ez is VHS kazettákat használt, arról futott a program alapvetőleg, és még erre kevert rá egyfajta digitális grafikát. Nos, a hivatalos változat szerint a ColecoVision szintjén voltak ezek a grafikai elemek, szerintem inkább az MS Paint-nek a szintjén, majd látni fogjátok. Az érdekes benne, hogy itt rájöttek arra az apróságra, amire az Action Max-nél nem, hogy
egy VHS kazettán ugye több audio sáv is lehet, tehát amíg a képet nem is cserélhetjük, hogyha jól választasz, akkor legalább más mond a karakter a képernyőn, tehát vagy valami számolást tudtak ugye digitális elemekkel csinálni rajta, még hogyha a túl sok beavatkozás nem is volt a játékok, bár így néztek ki ugye a játékok, főleg ugye Szezám utca, illetve egy Disney játék volt hozzá. Igazából nem tudom eldönteni, hogy ha leültetném a gyerekemet ezzel, az egy jutalom lenne, vagy egy büntetés. De eleve kiállni, mire megjelennek ilyen 10 percenként ezek a játszható elemek, az szerintem valami borzasztó lehet. Hát körülbelül ennyit lehetett a szerkezettől elvárni, lépjünk tovább. Az ötödikre, utolsó egyharmadnál vagyunk. Metal Hyperscan. Hallott róla valaki? Nem csodálom. Az a Metal jelentette meg 2006-ban, akinek az Intellivision-t is köszönhetjük, amely szerintem az egyik legjobb konzol volt ugye a korábban, és ugye az Atari 2600-asnak volt ugye a fő kihívója. És ennek se tudjuk igazából, hogy hány darab jelent meg belőle, talán jobb is. A kártyagyűjtést és a videójátékokat próbálták kombinálni. Tehát ami a videópacknél a társasjáték videójáték kombinálás volt, az szerintem jól sült el, de itt ez a kártyagyűjtés ez nagyon nem jól. Ugyanis nagyon elavult volt a hardware, tehát ezek a játékok, ezek jól mutattak volna 92-ben, csak hát 2006-ban jelent meg, tehát ez így már nem igazán volt buli. A másik pedig, hogy nagyon nehézkes volt az irányítás, a betöltési idő az egy játéknál általában másfél-két perc volt, és egy játékon belül több betöltés is volt, tehát az idő alatt meg lehetett tanulni egy idegen nyelvet is, a kártyákat nagyon nehezen olvasta, kártyákat külön kellett természetesen megvenni hozzá, tehát mondjuk egy verekedős játékból úgy tudtad kiválasztani, hogy melyik karakter akarsz, egyszerűen beszkenelted a kártyát. Tehát most képzeljétek, hogy a Spárban is mondjuk ott állandóan vannak ilyen matricagyűjtők, hogy ilyen vacokat adnának inkább 5000 forintonként, tehát egy hatalmas élmény volna. És 5 darab játék jelent meg rá. Igazából Marvel játékok voltak, főleg meg a Benten. Nem tudom, mindig ezekben a gagyi ezredford utáni konzolban valamilyen műiességet érzek a grafikájukban, és nem tudom megmagyarázni, hogy ez az érzés mi váltja ki bennem, de olyan, nem tudom, olyan élettelennek tűnik az egész. Tehát itt van egy verekedős játék, hát ugye a Mortal Kombat, vagy a Street Fighter, vagy akármi, erre már 60 milliószorosan rájárt sok évvel ezelőtt is, úgyhogy nem igazán sikerült eltalálniuk. Negyedik. RDA Halcyon. Erről aztán mindenki hallott. Gondolom volt otthon legalább három. 85-ben jelent meg talán, ugyanis az RDA Video Systems jelentette meg elméletben, csak hát igazából úgy tudjuk, hogy nulla volt az eladott példány, mert igazából nem jutott el a boltokig sem. Talán 5 példány, hogyha elkészült bele. Azért is ilyen vacakképet választottam róla, mert egyszer nincs másik. $2500 lett volna az ára. Tehát igazából annál szerintem minden egy jobb befektetésnek számított volna. És laserdiszkeket használt volna. Tehát ugye rájöttek arra, hogy a Dragon's Lair az egy hatalmas durranás volt akkoriban, még hogyha a játék abban is merült ki, hogy a megfelelő irányba ráncigálta a joystickot, megpróbálták ugyanezt hazaszállítani, hát látszik, hogy ez a technológia ez még nem volt arra kitalálva, hogy otthonra olcsón elő lehessen állítani. A Hail 2000 volt ugye a példakép az űrodesszéjából, tehát annak ellenére, hogy egyáltalán nem hasonlít rá, de azt találták ki, hogy majd ilyen beszédszimulátoros lesz, és tehát szavakkal is lehet majd ezt irányítani, tehát nagyon nagyra lőtték a mércét, hogy mit akarnak ebből kihozni, aztán semmi nem lett. És egyetlen játék készült el hozzá, ami egy ilyen mászkálós rajzfilm, és valami mondtam, hogy ugye bele lehet avatkozni néha a játékmenetbe időközönként. Valamilyen quest, most és T betűs, de most a memóriám nincsen a toppon, bevallom. De az érdekes, hogy van belőle walkthrough a YouTube-on, tehát én ezen voltam megdöbbenve. Úgyhogy körülbelül ennyit lehet elvárni tőle, csávóval kell mászkálni, akinek végtelen mennyiségű tárgyféle az inventoriában. Na lépjünk csak tovább. Harmadik. LGN Video Art, itt már azért nagyon mélyen belementünk a posványba, úgy érzem.
ugye a 85-ben jelent meg, és 87-ben purcant ki ez a konzol, már ha nevezhetjük annak, az LG-n adtak, akik ugye arra voltak híresek, hogy minden filmet, illetve más franchise-t lelicenszeltek, és az NES-re gyakorlatilag fosták a szarabnál szarab játékokat, amiknek semmi köze nem volt nagyon sokszor az eredeti műhöz, ami alapján le lett licenszelve. Ugye a nerdnek a kedvenc cégéről van szó, nem tudjuk hány darabot adtak el. Az irányítójában az a vicces, egyrészt a gombok egy része a konzolon van, mint az Atari 2600-ason, másrészt pedig nagyon érzékeny volt az irányító, túl magasan van a joystick, hülyeség, hogy ott le kell nyomni a gombot és úgy rajzolsz, nincs benne kitöltőeszköz, tehát gyakorlatilag mindent elrontottak, amit el lehetett. Nagyon merev ugye a maga, a, minek hívják azt a vezeték is, amivel csatlakozik a konzolhoz, és adva ki egy ilyen hülye, nyikorgó hangot, ami idegesíti az embereket. Olyan tévé kellett hozzá 85-ben, amihez még ez a dupla ördögvilla kell, tehát az egészet rá kell csavarozni, és ezek a tévék ugye 70-es évek végén igazából eltűntek a piacokról, tehát nem is értem ezt, hogy gondolhatták komolyan. Nagyon kevés lehetőség volt, mint mondtam, a szerkesztésre rajzolni tudtál és kész, meg radírozni. És kapaszkodjatok meg, egyetlen cartridge volt hozzá, ugye ha cartridge nélkül indítottad el, akkor egy üres képernyőn rajzolhattál, berakta a cartridge-t, akkor voltak előre megrajzolt képek, amik a dobozon persze tökéletesen voltak kiszínezve a valóságban, esélytelen volt, ha egyáltalán egy picit is rajzolja, és nem mondtam, hogy fehér zajt adott ki, de jó hangosan. Tehát nem tudom, mit szívtak, és annyira nincsen róla semmi gameplay, hogy a nerd videóból voltam kénytelen kivágni azt, amit itt láthattatok. Második, most már tényleg nagyon kemények vagyunk. Ez pedig a Cassette Vision, ez nekem egy személyes kedvencem amúgy. Csak rohadt drága sajnos. 81-ben jelent meg, ez még ugye a Famicom előtti idők Japánban. Az Epoch adta ki. Nem tudjuk, mennyi darab fogyott belőle. És úgy irányították, kérem szépen, hogy ott láthatjátok azt a kettő-kettő tekerőt, az egyik az a vízszintes, a másik a függőleges irány, és kettő tűzgomb volt mindkét oldalon. És az a furcsa az egészben, hogy egyrészt a CPU a cartridge-ekben volt, tehát magában a kaszliban semmi, csak igazából a kontrollerek vezérlője, és nagyon kedvelték Japánban. Tehát olyannyira, hogy volt egy junior változata, és volt egy szuper változata, sőt volt neki egy junior gör változata, ami ugyanolyan volt, csak rózsaszínben. Tehát eszméletlen, hogy milyen furcsa ízlése van arrafelé az embereknek. És ennek voltak a lebútított változatai, ugye mondtam, a Hanimexnek volt egy ilyen perverzió, hogy az ilyen máshol közepesen sikeres konzolokat valamiért úgy gondolták, hogy lemásolják. És először a Hanimex másolta ezt le, aztán azt átmatricázta a Soundik, és amit a Soundik nem tudott eladni, azt végül SD200 néven ott megtalálhatjátok, ezt a magyarok is kiadták, mert magyarok mindig is tudtuk, hogy mi az, ami nagyon jó. Tehát, és az a vicces, hogy az annyira le van bútítva, hogy míg a Cassette Vision tudott színeket megjeleníteni, az SD200 nem, tehát az fekete-fehér képet ad ki. Ez volt a legnépszerűbb játék Japánban hozzá, egy favágóval kellett fákat kivágni, egy madár az a fejedre szart folyamatosan, illetve jött egy kígyó meg egy vaddisznó, ami megpróbált még kicsinálni. Ez ugye jelzi a távol-keleti ízlést megint csak, ott volt a kígyó. Tehát egy ilyen viszonylag egyszerű képességekkel rendelkező konzolról van megint szó, de ez az egyetlen talán a listán lévők közül, ami sikeresnek mondható. És most úgy érzem, hogy meg kell neveznünk a királyát a videójáték konzoloknak, kapaszkodjatok meg, mert ennél furcsábbat nem találtam soha, jelenj meg, ez pedig az R-Zone. Ezt is igazából nerd videóban láthattátok. Ezt kérem szépen, 95-től 97-ig jelent meg. Úgy az a Tiger Electronics csinált, amit a GameCamot, meg ezeket az összes ilyen prüntjögős, vacak, buszon használt kvarcjátékot. És ennek az a trükkje, nem tudjuk hány darabot adtak el, hogy a Virtual Boy-nak a sikerét próbálta lenyúlni. Tehát egy eleve sikertelen konzolnak a még sikertelen változatáról beszélhetünk, másolatáról. És az a lényeg, hogy ezek ugyanolyan szintű játékok voltak, mint ezek a kézben nyomkodható prüntjögős fackot, csak oda ott vetítve a kép a szemed elé. Úgy működött, hogy voltak a cartridge-ek, beleraktad, és akkor a cartridge-en a képét levetítette arra a kis üvegcsére, és ugye
legalább annyi eszük volt a Virtual Boy készítőivel ellentétben, hogy pánttal lehetett a fejre rögzíteni. Tehát legalább megmaradt valahogy az arcod előtt ellentétben a Virtual Boy-jal. És az a durva, hogy készült olyan változata is, ami Game Gear utánzat volt, tehát kézbe ugyanúgy. Volt, amelyik egy számológép volt beépített Arzonnal, de volt olyan is, ami egy ilyen kompakt, ilyen kézbefogható, nem is tudom, mire emlékeztethető változat volt. Tehát többfajta változata volt, majdnem mint ahány játék készült hozzá, összesen 8 darab volt. És hát így nézett ki. Szerintem, hogyha valakinek a szülei ezt megvették karácsonyra, akkor a gyámhivatal rögtön intézkedett, mert ez bántalmazás. Tehát, és az a vicces, a reklám is úgy nézett ki, hogy a gyerek üvöltött a reklám végén, és felrobbant a feje. Tehát sokan ugye találgatták, hogy ez önirónia volt, vagy csak ennyire furcsa marketing fogást használtak ki. És én azt hiszem, hogy ennél furcsább dolgot a videójáték történelemben alig ha találhatnánk. Én nagyon köszönöm a figyelmeteket és a fegyelmeteket, és érezzétek jól magatokat, és még maradok egy pár óráig, úgyhogy hello!